Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Befejeződött a Tomori kúria korszerűsítése Vármegyénk történelmi emlékhelyén, Szabolcson. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Számvetés. Az elmúlt évet értékelték a Vármegyei Főügyészségnél. Fejlesztések Ramocsaházán, jelentősen javul a település úthálózata. Emlékhely és látványosság, turisztikai beruházások Szabolcson. 4 év után tartott újra évértékelő összügyészi értekezletet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség, melyen Polt Péter legfőbb ügyész is részt vett. Az elmúlt évek tapasztalatairól, változásairól és a vármegye ügyköreinek sajátosságairól dr. Martosi György vármegyei főügyésszel beszélgetek. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Elég különleges év után vagyunk, és már az is egy különlegesség itt 4 év után, hogy végre személyesen tudtak beszámolni a főügyészség tavalyi eredményeiről, munkájáról. Ez így van, az elmúlt 3-4 évet mindig valamilyen veszélyhelyzet, valamilyen havária vagy pandémia határozta meg az ügyészség működésében is. Ebből a leghosszabb ideig a koronavírus fertőzés maradt velünk és volt velünk, és emiatt nem lehetett aztán személyes részvételű összejöveteleket, értekezleteket tartani. Ebben az évben már a legfőbb ügyészség is megszüntette azt a védettségi szintet, ami még rendelkezésre állt az ügyészségen, és így tulajdonképpen meg tudtuk ezt az értekezletet tartani. Legfőbb ügyész úr személyesen tisztelte meg a jelenlétével az értekezletünket, és elmondta azt, hogy minden szakterületen, mind a büntetőjogi, mind a közjogi szakterületen meg van elégedve a főügyészség teljesítményével és munkájával. Tudtuk hozni azokat a mutató számokat, amelyeket egyébként mind a jogszabályok meghatároznak számunkra, mind pedig a legfőbb ügyészség meghatározott. Mik ezek a mutató számok? Mi az, amivel mérik az ügyészségek munkájának az eredményességét? A büntető szakterületen talán az egyik legfontosabb mérőszámunk az a váderedményesség. Ez azt jelenti, hogy a váddal érintett személyek közül melyeknek az esetében, hány személy esetében hoz a váddal egyező ítéletet a bíróság. Ez hosszú évek óta 98% fölött van, így a tavalyi évben is ennyi volt, ez egyébként megfelel az országos átlagnak. Tehát nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy 100 megvádolt személyből 98 esetében a bíróság a váddal egyező ítéletet hoz. Tehát megalapozottak a vádak. Így van, így van. A másik, a büntető szakterületen, ami szintén még fontos mutatószám, hogy mennyire gyors az eljárás befejezése. Ebben az új büntető eljárási törvény van segítségünkre, hiszen sok olyan jogintézmény van, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy akár már a bíróságra se jusson el egy ügy, hanem ügyészi intézkedéssel, például feltételes ügyészi felfüggesztéssel, amit régen vádhalasztásnak neveztünk, fejezzük be az eljárást, tehát egyfajta próbaidőt kap a vádlott, és amennyiben ez eredményesen letelik, akkor nem is kell a bíróságra mennie. Mennyire gyakoriak ezek az ügyek? Ezeknek az összes ügyünknek körülbelül a 30% az, ami eleve a bíróságra sem kerül, hanem ügyészi szakban valamilyen formában, például ilyen feltételes ügyészi felfüggesztéssel megszüntetjük. A ténylegesen bíróságra került ügyeinknek pedig a 65-70%-át valamilyen gyorsított eljárásban tudja befejezni a bíróság, tehát például tárgyaláson kívül, csak az iratok alapján, vagy pedig pár nappal, pár héttel az elkövetést követően úgynevezett bíróság eljárítással. Így a normál, klasszikus vádemeléseink azok az ügyeinknek körülbelül a 20-25%-át teszik ki. Hogy alakulnak az ügyszámok? Az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent az előző időszakhoz, tehát 2021-hez képest egy olyan 10%-kal, de még így is nagyon magas, tehát a 100 ezer főre jutó bűncselekmények száma az olyan 1700 körül van megyénkben. Ez azt jelenti, hogy a bűnözés szempontjából fertőzöttebb régióiba tartozunk az országnak. Körülbelül hol helyezkedünk el itt a többi megyéhez képest? Hogyha összehasonlítjuk, nyilván a főváros az mindig külön kategória, de a vidéki nagymegyéket nézve Borsod megye után Szabolcs megye bűnözési fertőzés szempontjából a második helyen áll. Mennyiben árnyalja ezt a képet a tavalyi évben egy újabb hatalmas kihívás, a szomszédokban kirobbant háború és a menekült áradat, ami ugye rajtunk keresztül zajlik?
Fölkészült az ügyészség már tavaly februárban arra, hogy esetlegesen olyan nagyszámú ügynövekedés következik be, vagy olyan jellegű migrációs menekült hullámmal kell számolnunk, mint amilyennel például 2015-ben az ország déli határán. Szerencsére ez nem következett be, illetőleg a háború elől menekülők jelentős része nem maradt a megyében, hanem tovább utazott az ország belsejébe, vagy Magyarország érintésével más európai országba. Természetesen hangsúlyosabbá váltak azok a cselekmények, amelyek kapcsolódtak ezekhez a háborús eseményekhez. Korábban is jelen volt az embercsempészés, de nyilván más céllal, az Unióba bejutni, munkát szerezni az Unióban, esetlegesen egészségügyi TB ellátást szerezni. Most azonban kifejezetten a háború elől menekülve, illetve mivel ukrán oldalon korlátozásokat vezettek be, főleg ugye a hadköteles férfiak tekintetében, tehát az ő esetükben vált hangsúlyosabbá az embercsempészés. De meg lehet említeni például, ami megyénkre jellemző bűncselekménytípus, ez a bizonyos emberkereskedelem, amikor fiatal nőket, lányokat prostitúcióra kényszerítenek, és akár az országon belül, akár Nyugat-Európában mondhatni adják, veszik őket, és kényszerítik erre a tevékenységre. Ebben mennyire jár elől Szabolcs vármegye? Sajnos ebben a tekintetben is nagyon fertőzöttek vagyunk, tehát nagyon sok olyan ügyünk van, amiben például nemzetközi nyomozócsoport működik, Hollandia, Belgium vagy Németország területén, és kollégáink is voltak kint ezekben az országokban nyomozati cselekményeken. Sajnos ezekben az ügyekben nagyon gyakori, hogy ezek a sértettek félnek az elkövetőktől, akik adják, veszik őket, tehát a vallomásukat nem feltétlenül tudják meg. Tenni. Ezért nagyon fontos, hogy a hatóságok, így nem csak a nyomozó hatóság, hanem az ügyészség is segítséget nyújtson nekik abban, hogy megfelelő védelmet kapjanak. Picit visszatérve a háborús helyzetre, amellett, hogy örvendetesen azért mégsem következtek be olyan események vagy jelenségek, amikre számítottak, de a rendőrséget mindenképpen leterhelte ez a menekült áradat. Mennyire befolyásolta ez az ügyészségnek a munkáját? Igen, rendészeti szempontból nyilván megnövekedett a feladata a rendőrségnek, ami a gyakorlatban a napi szinten abban nyilvánult meg, hogy bizony nagyon sok nyomozót is a határa vezényeltek különböző rendészeti feladatok ellátására, így az első negyedében, első fél évben kicsit leültek a folyamatban lévő nyomozások, de aztán a második fél évben már utolérték magukat, és gyakorlatilag tudták ugyanazokat a befejezési számokat hozni, mint az azt megelőző években. Nem csak büntető területtel foglalkozik a főügyészség, egyéb területeken is dolgoznak, ott milyen számokról beszélhetünk? A közjogi területen tulajdonképpen egyfajta közérdekvédelmi törvényességi feladatot lát el az ügyészségünk. Ez azt jelenti, hogy fogyasztóvédelmi, vagy akár természetvédelmi, gyermekvédelmi ügyekben járnak el, és évente több mint 20 000-es ügyszámmal dolgoznak, tehát rendkívül nagy az ügyteher ebben a szakágban is. Meg kell említeni például azt az esetet, ami tavaly előtt történt, amikor egy nyomkövetővel ellátott védett madárt lőttek le a megyében, és aztán a vádemelés mellett az ügyészség közérdekvédelmi szakága állatvédelmi eljárást kezdeményezett, hogy tiltsák el az állattartástól azt a vadászt, vagy a vadászati tevékenységtől, aki lelőtte ezt a védett madarat. De például gyermekvédelmi területen is jelentős feladatai vannak, például a büntetőjogon kívüli távoltartásban, amikor a családon belüli konfliktusokat úgy kell megoldani, hogy a bántalmazó családfőt például ki kell emelni a családból, ezekben az ügyekben is van feladata az ügyészségnek. És ami talán nagyon fontos területe a közérdekvédelmi tevékenységének az ügyészségnek, az a büntetés végrehajtás, tehát a börtönök felügyelete. Ugye megyénkben van egy nagy börtön, a Tiszaliki börtön, ez gyakorlatilag az ország mondhatni legnagyobb büntetés végrehajtási intézménye a maga 1200 fős elítélti létszámával. Ennek a felügyeletét is az ügyészség látja el. Ez mekkora terhet ró az ügyészségre? Egy külön csoport, egy büntetés végrehajtási jogi csoport működik az ügyészségen, és ők is egy évben több ezres nagyságrendű panaszt bírálnak el az elítéltek kapcsán, tehát itt akár a bánásmóddal, az egészségügyi ellátással, a kapcsolattartással kapcsolatban lehetnek kéréseik, panaszaik, amelyeket az ügyészségnek el kell bírálnia. Természetesen nem csak az ügyészség, hanem a bíróság is ellát büntetés végrehajtás felügyeleti feladatokat. Mennyire rugalmas a Szabolcs vármegyei főügyészség?
mennyire gyors? Az ügyek befejezése a megyében szintén az országos számokat nézve nagyon jó, tehát nagyon hamar befejeződnek a büntető eljárások. Az ügyész kollégák arra törekszenek, hogy már a nyomozások során olyan utasításokat adjanak a nyomozóhatóság tagjainak, amelyek ténylegesen előrébb viszik az ügyeket, és ténylegesen az irányba hatnak, hogy ne húzódjanak el ezek az eljárások. Vannak-e sajátosságai ennek a megyének ügyészi szemmel? Hát kiemelkedő a csempészések, tehát itt a jövedéki termékek, alkohol, cigaretta, de ahogy az előbb beszéltem, az embercsempészés is jelen van, de például a közlekedési bűncselekmények, illetőleg ezen belül az ittas vezetések száma is sajnos elég magas, tehát még mindig nagyon magas, hiába kampányol a rendőrség is folyamatosan, illetőleg hiába a közúti balesetek egyik jelentős okozója az ittas vezetés, sajnos még mindig nagyon sokszor ülnek az emberek ittasan a volán mögé. Mi az, amit lát, hogyan lehetne ezeket a magas számokat visszaszorítani? Én azt gondolom, hogy ez egy komplex megelőző munka kell, hogy legyen, tehát olyan tájékoztatás. Nem elsősorban az elrettentés, bár nyilvánvaló, hogy azért itt szigorú büntetéseket kell kiszabnia a bíróságnak, illetőleg évekre elveszik a jogosítványát ezeknek az embereknek, de valamilyen formában kéne őket nevelni, akár úgy, hogy kressz oktatás vagy fejlesztés időszakosan visszatérően, az biztos, hogy hasznos lenne, és ezt már nagyon fiatal korban is el lehet kezdeni, a rendőrségnek egyébként vannak erre programjai, hogy már akár a gyerekeket is oktatják. Részt vállal ebben egyébként az ügyészség, a főügyészség? Az ügyészségnek ez elsősorban nem feladata, tehát amennyiben a rendőrség szervezi el rendezvényt és szükség van arra, hogy mondjuk egy ügyész a szakmai tapasztalatait elmondja, akkor természetesen rendelkezésre állunk, és akkor ezeket el tudjuk mondani, de ez inkább a nyomozóhatóság, illetőleg a rendőrség feladata. Mi az, amit leszűrt ebből az évértékelőből, milyen irányokat lát maga előtt az idei évre, vagy a következő évre vonatkozóan? Én azt gondolom, hogy a főügyészség ügyészi kollektívája tényleg nagyon fegyelmezetten és elhivatottan végzi a munkáját, és mindig odafigyel arra, hogy ne csak törvényesen, hanem emberségesen is járjon el. Tehát mindig az embert is lássuk meg a különböző bűnügyekben, ne pedig, ahogy az előbb is mondtam, ne megtorlás jellegű, hanem egyfajta nevelő jellegű legyen ez a büntetőeljárás. Hogyha a jövőben is hasonló módon tudjuk a munkánkat végezni, akkor én azt gondolom, hogy egy év múlva hasonló eredményekről tudunk beszámolni. Így legyen. Főügyész úr, köszönjük szépen, hogy befáradt és beszámolt nekünk mindenről. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bejátszással folytatjuk. 60 éves álmot váltanak valóra Ramocsaházán, ahol idén megépül a települést Laskóddal összekötő aszfaltút. A település idén átadásra kerülő fejlesztései közül Ragány Róbert polgármester az egészségházat és az új bölcsődét emelte ki. Emellett sikeresen pályáztak a település csapadékvízelvezetésének korszerűsítésére, valamint folytatódik a helyben termelt zöldséggyümölcs piacra juttatása a Nyírségi Termékcsalád brand segítségével. Ha képzeletben Ramocsaháza köré rajzolunk egy kört, akkor azt kapjuk, hogy a település fél óra autóútra van Nyíregyházától, Nyírbátortól, Mátészalkától, Vásárosnaménytól és Kisvárdától is. Vagyis Ramocsaházáról a vármegyebeli nagyvárosok viszonylag közel vannak és gyorsan elérhetők. Van azonban egy szépséghiba. Ez pedig a Ramocsaházáról a szomszéd Laskodra és onnan visszavezető út. Bár a két település mindössze 3,1 kilométerre fekszik egymástól, a közúton több mint 40 kilométert kell oda-vissza megtenni. A 2023-as év ezért is lesz különleges, Ragány Róbert polgármester szerint, ugyanis még idén megépül a Ramocsaházát Laskoddal összekötő aszfaltút. Itt a hátunk mögött, ezen a részen még gyerekkoromban is vízállásos terület volt. Visszamenőleg több évszázadon keresztül egy kákás tó nevezetű, eléggé mélyen fekvő vizes területként volt nyilvántartva. Most jelenleg ezzel a fejlesztéssel, amivel Laskod és Ramocsaháza össze lesz kötve egy 6 méter nyomtávú
úttal, aszfaltos úttal, megvalósulhat az az 50-60 éves álom, hogy ezt a két egymáshoz közel lévő települést végre össze tudjuk kötni. Ugyancsak a lakossági igényeket szolgálja az idei évben tervezett és sikeresen megpályázott csapadékvízelvezetési rendszer fejlesztése a főúton, valamint a polgármesteri hivataltól nem messze lévő egészségház épület befejezése. Egy új két csoportos mini bölcsödét is építenek, amelyet szintén a 2023-as esztendő végéig terveznek átadni. Még nem került engedélyezésre az egészségházunk, amely egy 300 négyzetméteres egészségház, három szakrendelős egészségház, így fogalmazhatnék, pontosan erre volt pályázati lehetőségünk annó, illetve egy bölcsöde, amely kétcsoportos mini bölcsödeként fog üzemelni. Az idén mind a kettő át lesz adva. A savanyító üzemünk az tavaly lett átadva, van még egy nagyon korszerű futballpályánk, amely szintén egy fejlesztés volt, és próbáljuk majd fejleszteni még a gyümölcslé üzemünket is. Ramocsa házán tavaly helyezték üzembe az új savanyító üzemet, ahol azóta a lakosság által helyben termelt zöldségeket dolgozzák fel. A gyümölcslé feldolgozást ezzel a géppel már korábban elkezdték a településen. A polgármester terve az volt, hogy hozzanak létre egy nyírségi termékcsaládot, amely nem csak a helyi termékek piacra jutását segíti, de a fenntartható gazdasági fejlődés céljait is szolgálja. Ahogy mögöttem látható, ezek a termékek gyártása folyamatban van, az értékesítés hála Istennek működik. Helyi szinten, illetve piacokra járunk, és tudunk konyhákhoz közétkeztetésbe is szállítani, főként savanyúságokat. A jövőben pedig tervünk az, hogyha ez a gazdasági recesszió egy picit átlendülne, és lehetőség lenne a termékét, értékesítést, a helyi terméket bevinni nagyobb piacokra, akkor ebben mindenféleképpen Ramocsáza központi szerepet szeretne betölteni. A polgármester másik újító ötlete a település energetikai korszerűsítésével kapcsolatban egy olyan mini távhő szolgáltatás kialakítása volt, amelynek segítségével olcsó és megújuló energiával sikerült függetlenedni a földgáz szolgáltatóktól. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy picit előre gondolkodtunk 2018-tól. A közfoglalkoztatási program kapcsán annak segítségével elindítottunk egy biomegújuló energia programot, amelynek a hozadéka a gajbála, és ezt felhasználva gajbálás fűtéssel megpróbáltuk a központban lévő középelőtteinket összekötni, egy helyről fűteni. Mondhatnám, egy mini távhő fűtési rendszer alakult ki Ramocsaházán, és ennek a végén, ami talán jövőre aktuális lesz, egy durván 1200 négyzetméternyi épületkomplexumot tudunk fűteni potom összegér, kiváltva az összes gázfogyasztást. Ragány Róbert polgármester úgy fogalmazott, a települést 21. századi infrastruktúrális fejlettség és jó közbiztonság jellemzi. A legfontosabb jövőbeli cél már csak az, hogy minél többen válasszák lakóhelyül Ramocsaházát. Hétfőn beszámoltunk arról, mi minden valósult meg Tiszalökön a nyíri mezőség integrált turisztikai fejlesztéseinek forrásaiból. A most következő percekben a projektben szintén kedvezményezett Szabolcs településről lesz szó, ahol szintén jelentős és látványos beruházások valósultak meg. Csegei László polgármesterrel Iván Aurél beszélgetett. Köszöntöm a stúdióban Szabolcs község polgármesterét, Csegei Lászlót. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, polgármester úr. Nagyon szívesen. A beszélgetésünk apropóját a Tomori Kúria adja, hiszen ez a csodálatos, most már csodálatos épület hamarosan a látogatók előtt is megnyílik. Mit kell tudni a Kúriáról, magáról? Ugye ez egy hosszú fejlesztésnek a végeredménye, hogy most felújították. Milyen állapotban volt ez az épület korábban, és miért volt szükség arra, hogy felújítsák? Hát a kérdést nem megkerülve szeretném ott kezdeni, hogy én egy nagyon büszke vagyok most, hiszen egy 1000 éves településnek a polgármestereként képviselhetem Szabolcs községet, amely Szabolcs vármegye névadó települése is egyben. És el kell mondjam, hogy hosszú út után eljutottunk arra az álláspontra az elmúlt 10 esztendőben, hogy a településnek a történelmi emlékei közül
leporoljuk azokat, amelyek méltatlanul, de korábban a feledés homályába kerültek. Ezek közé tartozott többek között a Tomori kúria is, amelynek a lakói, a Tomori család, az egy vagyonos földesúri család volt még a múlt század közepén, de ismerjük a háború utáni időszakot, ők is jobbnak látták, hogyha elhagyják az országot, és az ő otthonuk is gyakorlatilag államosítva lett. Így került a település a község birtokába, tulajdonába, ahol korábban óvodaként, orvosi rendelőként, moziként működtették, posta is működött az épületbe. De azért eljutottunk arra a pontra az elmúlt 6-8 év időszakában, amikor azt gondoltuk, hogy a település történelmi épített és kulturális örökségeit szerbe számba szedjük, és megnézzük, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a dolgokkal. És támaszkodva a korábbi kutatási eredményekre, történészek, régészek feltárásai, dokumentumok alapján úgy döntöttünk, hogy ez kiváló lehetőség lenne ahhoz arra, hogy átalakítva, felújítva ezt a kúriát, kialakítsunk benne az európai földvárok történetét bemutató, látogató teret, kiállítási központot. Tulajdonképpen ez volt a cél. Ezt sikerült megvalósítani, fizikai valójában a múlt év végére ez elkészült. Most folyik a finom munkálat, gyakorlatilag a kiállító térnek a berendezése, szemléltető eszközöknek a beállítása, tehát hogy látogató komfort legyen a létesítmény, és terveink szerint ez itt március 20-án ünnepélyesen át fogjuk tudni adni a széles közvéleménynek, a látogatók rendelkezésére ezt a létesítményt. Egy gyakorlatilag Szabolcs településnek az egyik nagy vonzereje a történelem maga, ugye ez az 1000 év, amelyről polgármester úr beszélt, és a földvárnak, ami ugye az egyik legjelentősebb emléke a településnek, ennek az emlékeit nem tudták méltó módon hol bemutatni, ezért jött most a Tomori kúria, mint jó lehetőség, hogy ott belül akkor egy ilyen kérdőtér való. Többek között igen. A földvár, mint honfoglaláskori emlék, mellette a 11. században épült monostori, ma református templom, amely mellesleg ugye 1992. május 20-ai Szent László által tartott törvényhozó zsinatnak is helyet adott. Tulajdonképpen a kettőre alapozva érdemeltük ki a történelmi emlékhely megtisztelő címet, a település, és tulajdonképpen a május 20-ai időpont, az egy hármas ünnep, ha úgy tetszik. Egyrészt a emlékhely címnek a ünnepélyes átadása, fogadása, másrészt az ezzel járó emlékoszlop stéle felavatása a templomkertbe, harmadik pólusa pedig a Tomori kúriának az ünnepélyes szalagát vágása. Úgyhogy nem is lehetne jobb helyszínt találni 2023-ban a megye, vagy a vármegye napjára, mint Szabolcs település. Ez így van, annál is inkább egy emlékezetes nap, mert mi vármegye napként első alkalommal történik majd nem csak a megnyitója a vármegye napnak, hanem a vármegye napnak, az első vármegye napnak a megtartása és a településen. És ezek után már a Tomori kúriában látogatókat mint múzeumban, vagy mint látogató kiáltó térbe fogadják a településen. Többek között igen. Meg kell említsem, hogy eddig is volt nekünk egy kúriánk, a Mudrány kúria, ami eddig is nyitott volt a látogatók előtt. Igaz, hogy időszakosan, tavasztól késő őszig. Most úgy tervezzük, hogy a Tomori kúria az állandó kiállító tér lesz. A földvár az bármikor látogatható. A templom, a református templom, az a egyház fenntartásába, üzemeltetésébe van. De van mellette egy korábban épült épület, ami hát látogató térnek indult. Szeretnénk a reformátusokkal a kapcsolatot elvinni abba az irányba, hogy ha egyetértenek vele, akkor ebbe a helyiségbe pedig helytörténeti állandó kiállítást gondolnánk mi berendezni. Persze csak egy gondolat, és minden gondolat annyit ér, amennyit sérülőből realizálni, megvalósítani. Sok esetben ezek megvalósítása a pénzkérdés, van, amikor csak akarat és szándék kérdése. Hát most tudom azt, hogy a pénz az egy szűk keresztmetszet,
de gondolom azt is, hogy nem minden ezen múlik, és ha a szándék és akarat megvan, akkor talán még itt is előre tudunk lépni. Ezzel erősítve a egyház, illetve hát a közjogi életnek a harmonikus együttműködését. Van tiszapalti kikötőnk, sétahajóknak, túrahajóknak, tehát sok minden együtt áll ahhoz, hogy látogató baráttá tudjuk varázsolni a települést. Infrastruktúrálisan rengeteget fejlődtünk az elmúlt 10 év alatt, szálláshelyek is vannak. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy legalábbis én ezt vallom, hogy most már a mennyiség helyett a minőség irányába kell elmenni, ahogy a mondást tartja, a kevesebb, néha több. Tehát nem azt kell most már halmozni, hogy még több attrakciót bevinni, hanem azt, ami megvan, azt olyan szinten működtetni, ami hát egyrészt méltó ehhez az örökséghez, amit ránk maradt. Most nekünk jutott ez a feladat, ez hozta a sors, nekünk kell helytállni, és a mi helytállásunk lesz gyakorlatilag a példa a következő generációnak, és valószínű, hogy az elődök is valami ilyesmit váltak el tőlünk, bár nem tudjuk őket már megkérdezni, de azt gondoljuk, hogy amit most teszünk, az nekik is kedvükre lenne, és ez a példa maradjon meg a jövő nemzedéknek, hogy igen, ezt így is lehet, sőt nem lehet, így is, így kell tovább csinálni. Mert ez a település hosszú-hosszú ideig gyakorlatilag szerep nélküli településnek volt titulálva. Tudom azt, hogy volt időszak, amikor identitástudatról, hovatartozásról nem illett szót váltani. De most eljött az az idő, amikor lehet ilyenbe gondolkodni, sőt, nem is baj. Hogyha tudjuk, hogy honnan jöttünk, akkor tudjuk elhelyezni magunkat, hogy hol vagyunk, talán azt is meg tudjuk határozni, hogy merre szeretnénk tovább haladni. Mondta a polgármester, hogy a tervek, a fejlesztések részben pénzkérdés, igen, de nyilván nem csak erről van szó. Hála Istennek, hogy erre a fejlesztésre volt forrás, uniós forrás is. Hogyha lehet egy kicsit a pénzekről beszélni, hogy milyen forrásból. Ugye ez egy nagyobb programnak a része, a nyíri mezőségi topturisztikai programnak a része. Hogyan állt össze ez a forrás tekintetében ez a fejlesztés? Hát igazából ez topos keretből indult megvalósításra. Sajnos az élet közbeszólt, hiszen a Covid időszak, a elmúlt években bekövetkezett óriási alapanyagár emelkedés nálunk is okozott problémát, és az eredeti költségvetésből bizony nem lehetett megvalósítani. Ezek objektív dolgok, tehát a számoknak az nem hagynak hazudni, ami ekkor ennyibe került, az most már többbe került. Ebbe, hál' Istennek, a államkincstárral sikerült megállapodni, hogy kellően alátámasztva a költségvetési számokat végigelemezve megalapozottan tudtuk azt bizonyítani, hogy mennyi többet forrásra lenne szükség, és azt kell mondjam, hogy meg is kaptuk. Tehát a szándék tisztességes volt, ha meg akarjuk valósítani, és már elkezdtük, akkor nyilván nem szabad torzónak lenni. Ez nagyon fontos, és hála Istennek ebbe támogatást kaptunk, mert a szándék, az akarat az egy dolog, mert akarni meg tudni nem egyforma, de azért a politikai akarat is mögé állt a mi elképzelésünknek, és a kettő együtt így egy sikertörténet lett. Úgyhogy ha valakinek a érdeklődésre fölkeltettük, akkor egyrészt a megyenapon, vármegyenapon láthatja ezt a csodálatos kúriát, meg egyáltalán mindent, ami Szabolcs településen most átadásra kerül, aztán pedig, hogyha nyitvatartás időben látogat el, akkor megnézheti el. Akkor megnézheti. Megkérdezték tőlem szabolcsi elszámozottak visszatérve és találkozva velük, hogy óriási dolog, ami változáson, fejlődésen átment a település, nem csak a Tomori kúriát beleértve, hanem általánosságban. Ez egy igazi sikertörténet. Mondják, polgármester, miben látom a sikertitkát? És annyit tudtam nekik mondani, hogy ennek a sikernek nem titka van, ennek ára van. Nagy ára, sok munka, kitartás, lemondás, talpalás, lobbizás, meg minden, ami belefér. Kemény munkára lehet csak sikert elérni.
Hát ezt kívánom a továbbiakban is, a településnek is, és önnek is. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, polgármester úr. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hétfőn jelentkezünk. Várjuk önöket akkor is. Viszontlátásra!